Szia felvétel és incidens és minden ilyesmi, úgyhogy most nyomjuk és nézzük meg, hogy mit tud ez a játék most. Na. Azt mondja, hogy beállítás. Nagyon nagy bőjnek a tehenek. Azt mondja, hogy audio. Hát le van véve félig oda nézni, ez elég jó jel, most így hirtelesz ki. Majd mondjátok, hogy halk-e a játék, vagy hangos, vagy izé ordít, vagy süket, vagy faszom tudja. Majd mondjátok, oké? Új játék van, felirat, magyar felirat, olvassatok, és szexualizáljatok majd itt stream közben. És mondjátok, hogyha az, amúgy, hogy a stream közben például rám csattogna izé, érted, a kirántott hús, akkor azért szóljatok már. Állítólag a grafika nagyon jól néz ki, azt mondták. Hogyha történet annyira nem is, a grafika nagyon jó. Úristen, Grey Hill! Srácok, hallottok engem? A férjem azt mondta, hogy megint észrevett valakit, vagy valamit a kocsink mellett. Úgy nézett ki, mint egy földön kívüli, hűha. Azaz, hívjuk a rendőrséget, ők biztos meg tudják oldani a földön kívüli helyzetet. Abba a pillanatban rögtön belevessük magunkat itt a izébe? Földön kívüli történetekbe? Amy, don't tell the officials anything. Otherwise, we all end up in the nut house. Are you trying to tell them we think there's little green men running around? A kis zöld emberkék szalad, lehet, hogy szürkék, nem zöldek. Azaz, egy földön kívüli történet hol kezdődhet el, hogyha nem a kukoricaföldeken, érted? Trust me. You don't want to end up in the psych ward. I've paid a high price to break free. The only way to escape was to... You've told your stupid story 1,000 times. In Vietnam, we dealt with things worse than that almost every day. What does Vietnam have to do with it? Whatever. I always wear my tinfoil hat when I leave my camper van. I believe the aliens have the ability to control us. Kapcsolja ki zét, pulzusmérőt? Nem tudom, hogy itt mennyire kéne pulzusmérő amúgy. Hey guys, Henry's been acting strange. Az a gondolkozat, hogy horrorszal játszunk, ki lehet. Muti? I don't know what's going on with him. Ryan! Hey, my kitty cat's also behaving really strange. A cicám is furcán viselkedik, és még nem jött haza? Please, look for her during your shift. I'm really lonely without her. Henry is more important right now. But if I find your cat, I'll let you know, Bob. All right, I'll reach out to the other neighbors. Na itt most már mindenkit bemutattak. The fact is, our government is hiding something from the people. Things like this just don't happen here in Grey Hill. It started with Roswell, and it's been increasing since Roswell kezdődött, és 60-as évek óta egyre csak. Ez már csak így van. Are you and your bat ready for the night shift? Persze, hogy éjszakai műszak. Hát egy horror játékban csak éjszaka lehet játszani, amúgy. Brandon, itt van, Dávid, oda néz. Don't forget to visit us later, Ryan. We'll make some coffee for you. Na. Azt mondja, hogy abban a pillanatban megnézzük, hogy csíkozódik ezzel a szar. Szerintem nem. Most várjál. Nekem igen. Nekem igen, OBS-nek nem, úgyhogy ez nem baj. Kapcsolunk itt vészinket mindjárt. Így. Jó lesz? Minden jó, ha vége jó? Na, azt mondja, hogy itt abban a pillanatban, úristen, Éti haza telefonál! Aha, ez az akar lenni, nem? Bár mondjuk én ezt a filmet soha nem láttam. Bazán, milyen nagy ágy ez? Jó nagy ágy. Amúgy soha nem kéne nekem olyan ágy, aminek a alja alá be lehetne menni, bazd meg. Minden egyes horrorfilmben az van, hogy a ágy alul valaki kinyúlik. Úristen, nagy földön kívülik. Ezt a könyvet még a 80-as években vettem, a bátyám Bob valami hasonlót élt át gyermekkorában. Szóval akkor már földön kívüliek már egyszer lejöttek. Lejöttek itten izé, szerencsét próbálni itt a földön, hogy mi a helyzet. Brandon több ilyen zseblámpát, ez zseblámpa, bazd meg. Aha, nagyon jó, hozott Vietnámból, azért használjuk őket, mert a többivel gondok vannak éjszaka. Szerintem a kurbli funkció miatt működnek, a dinamo azonban nem működik. Jaj, ne!
Már megint kurblizni kell ezt a kurva lámpát. Nem tudom elvenni. Nem szeresek a kurú... Igen, kurblizni kell a lámpát. Fú, nem is tudom melyik játékban volt kurbli. Valamelyik játékban volt kurbli... Jaj, tudom hol a izébe. Rubik kocka. 10 évvel ezelőtt kaptam ezt, még mindig nem jöttem rá. Akkor mi nem volt YouTube? Jó, ez a rádió. A Neighborhood kommunikál walkie-talkie-val a legtöbb időt. De hogyan kell ezeket elvenni, Dick? Vagy ez csak most láthatlanba itt, vagy csak így megmutassák nekünk, hogy itt vannak és hello. 1992 van, ilyenkor egy éves voltam. Egy éves puja voltam még 92-be. És itt a földön kívüliek megtámadták Grey Hill-t, vagy mi a fasz neve van ennek a falunak. Na jó, szerintem haladjunk kifelé, mert itt nincs fasz se. Sötét az van. És már kezd melegem is lenni. Úristen, hogy kinyitottam ezt a lámpát nem lehet fölnyitni, Mare. Fú, ez a idő. 10:30-et jár az óra. Aha! A Windows 90. Bár szerintem valami nem is volt. Hello! Azt mondja, hogy mindig nem javította meg a tévét és nézi a semmit. Mit látta erdőbe, fiam? Crazy girl. Henry, there's someone in your room. Is Rachel in there? God, I hope not. She should stop bothering me. Ő valaki van a házban, jó napot kívánok. What's going on with you, Henry? Tell me. De mi a faszért nézed a semmit, fiam? Who's there? I'm going to your room, Henry. Jó, valaki itt van a házban, amúgy ez nem vicc. Nagyon nem vicc. Nagyon nem viccesen kezdődik. Le kéne ülni valami izét. Megnézni valami poreszt. Oda néz a jó floppy. Most már sokan azt tudják, mi az, hogy floppy, bazd meg. Nagyon szí... A bazd meg az nem is floppy, hanem az valami disk, vagy nem tudom. Na mindegy. Azt mondja, hogy losing time. Az elvesztegetett idő. Vagy az elveszett idő. Azok az emberek, akik azt állítják, hogy földön kívüliek elrabolták őket, gyakran számolnak be arról, hogy elvesztették az időt. A hangyák háborúja tévében az a legjobb? Hát, ezt most nem kéne megtennem. Nagyon szép. Hopp, a konyhába be tudunk jönni abba a pillanatba. Szia, úristen, egy újság. Joe a farmer újságkivágásokat gyűjtött, fedett eseményekről. Egy fedett esemény hogyan lehet újságba beírva? Na mindegy. Ez egy hűtő akar lenni, jó napot? Igen, csináltunk tükörtojást magunknak, minden rendben. Ezeket nem lehet kinyitni. Függően nem lehet elhúzni, akkor itt semmi. Akkor gondolom, meg kéne nézni azt a hangot, amit hallottunk mostan, nem? Megyünk fel emellette, mert azt mondta a gyerek, és megkérdeztük, van-e a szobájában valaki? Ííí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  földön kívüli szürkeződ, bármilyen színű lény, aki nem ember. Hú, de utálom ezt a főúszatós lámpát. Ezt, aki kitalálta, bazd meg. Kölyökkel kéne tévézni? Komolyan? Hát, mindjárt megnézzük. Jó, itt nincs fenn semmi, hála a jó istennek. Most legalábbis még nem tesz. Szia, hello! Tévézünk együtt, vagy mi? Lekapcsolom a tévédet, buzifüsz. Buzifiú, nem? Nagy sörike ott van mellett, oda néz. Rotyog a tévé. Vagy a tűz. Ezt most nem kéne megtenni. Jó, akkor leülök tévézni veled, fiam. Nem lehet? Nem lehet. De bazd meg, nincs egész lakásból villany? Hát de van, mert megy a tévé, minden szar. Akkor miért nem lehet főkapcsolni a lámpákat, bazd meg? Faszom. Jó, ezt nagyon nem kéne megtenni. Jó, itt van a szobánk. Lehet bele kéne nézni a teleszkópba, Muti. Nem? Space. Ne. Most komolyan el tudunk bújni a ágy alá, bassz meg. Picsább, pont előbb mondtam, hogy utálom. Jó, el tudunk bújni a ágy alá, semmi baj. Még jelenleg most. Lehet, hogy itt jobban körül kéne nézni, mert itt fasz tudja mi van. Ez ki ez a Maridik? Itt a nagy Julie, itt vannak a fotográfián. Szerintem ezt valahogy el kéne vennünk is, és itt kommunikálni kéne itt a sheriffel, nem? De nem lehet. Nem lehet csinálni semmit még.
Biblia, az nagyon fontos. Graham atya adta nekem ezt a Bibliát, amikor elhagyott minket. Fasz ki van ettől a sötétségtri? Utálom. Jó. Olyan, hogy valami helyzet, hogy mit kell csinálni, vagy valami. Ellenőrizze, hogy ki van Harry szobájába. Ez a feladat. És melyik Harry szobája? Nem, az nem fönt volt? Harry, szoba. De ez nem szoba, bazd meg. Igen. Igen, konkrétan a játék így baszott ki velem most ebbe a hirtelenségbe. Aha! Jó, akkor ez Harry szobája, és most már kinyit, mert beszéltünk Harryvel. Jó van. Jó napot kívánok, van itt valaki ágy alatt? Valami mumus? Szevasz, David, szia! Valami nem stimmel el ez a gitárra, azt mondja. Az mi az ott lent a földön? Tuti itt van ágy alatt az a busz. Kiment a ablakon. Hé! Hallottam hangot, bazd meg. A hangok rendben vannak, srácok? A hangok jók, vagy hangosítsak nektek? Manzaital. Oda nézzél, manzaital. Itt is egy Rubik kocka. Gietienko, protoka, anyád. Nagyon jó, ez nem kell nekünk, ez se. Space. Jó, el lehet bújni a szekrénybe is. Ez nagyon-nagyon szeressük ezeket a elbújható történeteket. Jó, ugat a kutya. Ugat a kutya, ezért kimegyünk és megnézzük, hogy mi a faszér ugat a Bobby. Halló? Mi a helyzet? Mi van itt? Oda bement a fészerbe? Kit láttál meg? És tényleg az a hangja? Vagy sem, de hangja? Az a neve, bassz meg! És tényleg az a neve? Mennyi kukorica. Azért mondtam meg, mert most néztem meg mi az? Hello, Halloween 5-öt vagy miatt a követ, és abban a kutyának a neve azóta Max. Hello! Mész ki onnan, buzivíz? Találom kell, amivel betörhetem ajtót. Hú, valaki nagyon-nagyon adja bent a helyzetet amúgy. Ne nézzél, Max. Hát tudom, hogy van bent valaki. Tehát kell, adja hozzá ide valami kalapácsot nekem. Hú, ettől sötét ki fog. Bazd meg, milyen hang, mit csinál bent ez a UFO? Fejlett ez a mesterséges intelligencia. Hallja, hogy itt ugrott ki ez a pusztulat. Itt ugrott ki ez a pusztulat, és engem kéne valami szerszám, amivel lehet meg kéne kérdezni Harryt, ha nincs valami kalapácsa vagy valami. Kalipali. Jó, folyamatosan nyomja bent az örgést a csávó, semmi baj. Azt mondja, slag. Nem. Jó, szerintem ez a házból lesz bent valami műszer, vagy nem tudom. Harry, figyelj ide, fiam! Nincsen valami kalapácsod, szia? Ne nézzél rám ilyen szexuálisan, mert nem vagyok buzi! I shouldn't do that now. Mivel tudom kinyitni a ajtót szerintetek? De nem kell bebújni most. Találnom kell valamit, amivel betörhetem ezt. Hello, szia, itt vannak a nagy műszerek, Dick. Nem? Nagyon gyorsan lemerül a zseblám. Fú, bazdmeg. Kikészülök ezektől a hangoktól, semmi baj. Fejsze kéne. Fejsze, és az a farakásoknál nézzük meg.
Ó, hogy itt van egy létra. Letra. Nincs egy fejsze? Milyen vágtátok össze a fát, ha nem fejszébe? Nem látok semmit. Oly sötét van. Hoppá! Milf Leia. Szia, hello. Leia hercegnőhöz van szerencsénk? Ott is van, ezzel kinyithatunk néhány zárt. Ezt valahogy nem vettem észre, semmi baj. Ezt valahogy nem vettem észre, de most már megvan. Max, jövök már. Jövök már, Max, nyitom ajtót. Ott is van. Pazd meg, mi volt ez a hang? Hülye vagy? Pazd meg. Nem semmi baj. Jó napot kívánok! Hol vagy te buzi víz? Hol kukucskáztál a földön kívüli létesítmény? Ne engedjetek ki! Elvisztek a UFO-k! No, Max! Itt van apunak a pornó gyűjteménye. Ki akarok menni, more? Hol van Max? Mondjad, mutassad! Megyek már, öpülök! Maradj itt, bazd meg! Max! Úristen, Maxi! Max! Max! Gyere haza! Földön kívüliek ilyen izét, sugár hajtású adóvevőt telepítenek a seggedbe, mint Cartmannek, aztán mi lesz vele? Like the neighbors are boarding up their windows. I guess I should do the same. Mindenkinek be kéne deszkázni a ablakot. Jó, deszkázzuk be a ablakot, én nem mondó vagyok. Dad, it wasn't Rachel, right? Yeah, he, igen, ez nem Rachel volt, bazd meg. It's okay, he's gone now. But there was a strange light. Look, the TV. It's working. Ó, beindult a tévé, oda néz. A breaking news! Jó estét, hölgyeim és uraim! Elmebetegek és összeesküvés elméletek hívei állítják, hogy láttak egy UFO-t! A kisebbség megpróbálja meggyőzni a többi embert, hogy a kis zöld földön kívüliek valódiak. A kormány megvizsgálta az esetet és bejelentette, hogy ez az UFO szerencsére egy meteorológiai ballon. Ha persze! Ez a mozgás, amit néhány másodperc múlva látni fogsz, csak a kamera lencséjének tükröződése. Vigyázz a kis zöld emberkével az udvarodban, az ön Mr. Brokere. Fú, amúgy milyen durva lenne tényleg, hogy izé. Hogyha jönne egy földön kívüli, nem? A kormány is lying and they're trying to hide it from us. Brandon was right. They're already. Tudjuk már, Twitch, hogy nem zöldek, hanem szürkék. Igen. We need to get out of this cursed place. Ja, hogy én vagyok a apja Harrynek, jó van akkor. This neighborhood hole. Ryan, I'll go talk to Brandon. Aha, van nálam walkie-talkie is, hogy veszem föl? Halló? Hogy kell fölvenni a walkie-talkie-t, bazd meg? Izé, voice, i, v. Nem, i. Egyes, kettes, hármos. Halló, szeretném fölvenni a walkie-talkie-t, bazd meg, de nem mondja le a játék, hogy... Ja, benti! Lehet, hogy a benti walkie-talkie akar beszélni velem. Hol volt az? Az a én szobámban volt a walkie-talkie? Aha, itt van. Aha, most van nálam. Halló? Verép híja izét. Ryan, something is wrong with Joe Parson. The farmer, you know? He called me a few minutes ago. He was very afraid. Then the radio connection became broken off by something. He is working on the field near your house. You must check immediately what happened to him. Persze, nekem kell megnézem, hogy mi történt vele, mi? Hogy a picsába-e? By the way, someone was in Henry's. Kiszöktek az ablakon, itt voltak, bazd meg, itt voltak a fényszerünkben. Hát bazd meg, hát összement a kukib is, hányira beszartam, volt egy ilyen kék fény. Kék fény, baszki. Elvitték Maxet. Szedd össze magad, szedd össze magad. Senki sem fog segíteni nekünk, jelenleg mindannyian beteszkázunk az ablakainkat. I know how to shoot because of the Vietnam War, and you can handle the baseball bat.
We will overcome this night and drive to our home. Most komolyan baseballütővel baszkodja a fejbe a földön kívül. Ne felejtsd el, hogyan lőttem le a fiat sapkát, miközben viseltem, amikor tavaly nyáron. Azaz, verép hülyes sas, azt akartam mondani, úgy. Amúgy elvileg csak azért nem találkozunk zűrlénnyel, mert van körültünk egy jó nagy semmi. Mármint a univerzumra gondolsz, Twitch? Hát igen, ez benne van, hogy akkora univerzum, hogy bárhol lehetnek még, úgy. Földön kívüliek, amik nem azt jelentik, hogy szürkék és zöld lényekről van szó, hanem akár ugyanolyan emberekről is, mint mi. Úgyhogy ez egy örök talány lesz lehet, amíg ember nem jutal odáig, hogy eljussunk más univerzumokba. Jó, akkor most, most mi van? Keresse meg farmert, Joe Parsont. És hogyan? Hú, ez a dinamós izé, zseblámpa, ez ki fog készíteni engem idegileg, semmi baj. Hát itt nincsen utam kifelé. És elfárad a karakter, ez a legjobb amúgy egészbe, hogy a karakternek van staminája, érted? Futok 2 métert, most meghal a karakter, teljes mértékben haldoklási van. Úgyhogy... Deja vu, I've just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Akár a kedves. Magának a sunia nedves. Mert az hétszentség, hogy nem normális, bazd meg. Azt a kurva, egy picit beszartam. Picit beszartam, de semmi baj. A földön kívüliek rányomták a zenét. Köszönöm szépen a 300-at, a baszod. Nagyon szépen köszi. Hallott Henry, nem akarsz mondani nekem valamit? El kell mennem a izé bácsikáthoz. Ez mi ez, walkie-talkie? Nagyon szépen köszi a hogy kinyit a hátsó ajtó. Nagyon szépen köszi még egyszer. Most beszartam. Van véd... Na, beszartam, mehetünk szarni, látod? Vécepapír. Ez Max hangja volt. Maxi! Jövök már! Itt vagyok. Úristen, autóval kell mennem. Muti? Ez mi a pékfasza? Az egy boci! Az egy boci! Aha, jó, hogy el tudunk bújni autóba, az nagyon jó. Igen, 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 jó volt, nagyon tetszett. Nagyon szépen köszi még egyszer. Ne menjél, boci! Hát ne menjél, baszki, ott villog valami! Minden villog, geci, nem bírna magukkal. Ó, itt is boci van. Igen. Maybe I should turn around. Jó, hogy a pékfaszába kell itt bemenni, jó napot. Nagyon sok boci van, és látunk valami villódzó fényt ott a háttérbe. De itt nem tudunk elmenni. Amúgy kurva jól néz ki ez a boci, bazd, most nézzétek már meg. Azért Ferike, mondja azt, hogy nem cuppanna rá a tőgyire neki. Szopogatnád ki belőle a tejeskét, mi? Te disznó, tudom én. És jönnének ezek a hangok. Nem? Szogi! Hello, szia! Magyar tarka? Tarka, barka, farka? Hazaértél, testvér, szóval nem mentél fát vágni. A boci csokoládé? Jó, itt most mi a pékfasza van már megindik? Ott villog az a akármi, és itt a boci. Fel kell hívni valakit? Jó napot. Nem lehet. Jó, elvert minket, titeket első. Jó van, akkor számíthatok rád későbbiekben valami szexuális közös játékra? De hogy a faszomba megyek át itt a kerítésen? Ez mi ez?
Oké, ez ilyen izé volt. Ez ilyen elhúzható tud. Vagy stream végén. Ja, ilyen 7 óra körül, mit tudom én, egy Age of Empires valami stream vagy valami. Úr is, megnézzük a seggét neki, hogy mekkorát kulázott utoljára, Uti. Aha. Ferike? A tőgyekre rákapcsolódunk most mindjárt. Oda nézzél, milyen tőgyei vannak. Szent Szűz Mária, szia boci. Ryan, is everything all right? Persze, minden rendben van, csak most a bocival barátkozok most. Most nagy barátkozások folynak. Most nem szeretné, Ferike? Hát... Itt a traktor! Jó, de itt nem csak izék vannak ám élő bocik, bazd meg, itten haldokló, meghalt izé, bocik is vannak. Jó, 32 ezer egységig mi soha nem jutottunk el, akár a kb. Ilyen 3-4-5 ezer egységet szoktunk engedni. Traktor úristen! Kicsit lehetek szogi. Oda nézzé, beütünk a traktorzba, de nem lehet vele vezetni. Nincsen valami GPS jel adom, hogy merre kéne menni? Vagy a hangok felé? Szia boci! Nagyon finom csokoládé van belőled. Bár hogy persze nem a bociból van a csoki. Ez mi ez? Ez mi ez? Egy ismeretlen tárgy. Hát igen, akkor nem tudunk szogi lenni. Bazd, várj, de itt van valamilyen izéjjel rajta. Hála Isten, még földön kívülekkel nem találkoztunk. Vagyis már voltak jelek, csak az a baj, hogy nem tudom, hogy mi a fasz van. Keresse meg a Farmer Joe Parsont. Jó, és most hogyan keresem meg a Farmer Geci? Azok akkora a kereke, mint én. Lehet, hogy a... Lehet, hogy a villogó fénybe kéne keresni valamit? Nagyon sok halott boci van itt. Sziasztok, tehenyek! Mi a helyzet? Tik, ez fekete? Ez fekete, a napraforgó ütetvény. Persze, nekem oda kell mennem, akkor mindjárt egy fasz is kapok. De az, hogy minek van a karakternek staminálja, backi? Most komolyan mondom. Hát nem megy a karakter. Micsoda? Holsten? Biztos. Jó, nem tudom, hogy mit kell csinálni, srácok, már most megint beakadtunk. Nem tudok futni a karakterrel sem, mert megáll folyamatosan. Csepereg az eső, hát elfolyik az... Ezt nem lehet eltüntetni innen valahogy, nem? Fölmászunk a tetejére. Jó, ezzel a faszomban mit kéne csinálni? Semmit. Lerakja. Érdekes. Rádiózni se lehet, gondolom. Ezt tudom bekapni. Azt kéne megnézni, hogy miért villog nekünk ez a kurva traktor. Itt nem lehet csinálni ezzel semmit. Ja, hogy itt volt egy rádió! Így kommunikáltak a UFO-k, baszki. Jó, ez már veszélyes helyzet, mert itten most itten megpróbálták kiszedni a traktorból azért férfi állatunkat és megbaszni. Jó, most kíváncsiak, hogy be az mi a faszom. Ez egy cica és valami sperma van a cicén rajta, bazd meg.
Szia macska, mi a helyzet? Minden rendben? Ez Bob macskája és picit világít, bazd meg. Hűha. Te, ez Tita? Ez Tita, akinek most világít a feje. Földön kívüliek itt a recskáztak csóri macskára, baszod. Jó, megnézzük, hogy mi ez a... Fölvettem a macskát! Muuu! A macska lesz a fegyverem, vagy mi a fasz? Mit kell vele csinálni? El kell vinni Bobnak? Figyelj, most ezt nézzél be ide a segbe? Oda néz. Bezugrantalak ám. Nem tudom, lehet, hogy ez egy útjelző lesz most ez a macska itt a kezembe. Vagy mindjárt kiderül. Igen? Most ezt nem tudjuk fölvenni? Nem, még mindig nem tudjuk fölvenni ezt a szart. Hú, ez a játék, te. Jó, a traktor villog mi mind... Vagy be kéne rakni a traktorba? Most ott is villog valami. Egész játékban villog valami. Az, ja, ez a lámpa, igen, ahol bejöttünk. Ez a lámpa, ahol bejöttünk. Nem tudom, hogy a macskával mit kéne csinálni, úgy, mert semmit nem csinál ez a macska velünk. Nem. Valakinek valami ötlet? Mutassam a, izé, a ég felé a cicét, vagy milyen? Halló, földön kívüliek, itt vagytok? Szeretnék veletek beszélgetni picit, van nálam egy űrlény macska. Amúgy lehet, hogy a macskáktól fének, nem? Lehet, hogy a macskáktól fének a űrlények, és lehet, hogy ezért most jól ötlöm. Hát nem lehet lerakni se. Nem tudok vele csinálni semmit, amióta fölvettem. Vagy haza kéne vinnem? Bazd meg, lehet, haza kell vinnem. Jó, vigyük haza. Megnézem, hogy ki tudok menni. Bazd meg, itt vagyok a búzafődeken, azt sem tudom, mi van. De ez bazd meg, hogy nem lehet futni a játékba, hát ez kikészít. Hazavisszük a cicét, lehet, hogy az jó lesz nekünk most. Ez cice. Jó, akkor nem visszük haza a cicét. Nem lehet megmozdítani ezt a szart. Hát én leszapom magam. Csömbbe legyél, baszki, te, én valamit hallottam. Valamilyen mint hogyha telefon csörögne, de hát hogy itt mi nincs telefon. Ki van nyitva az út? Ó, barátom! A medvesajt, halló? Hetekkel ezelőtt. A tetőn lévő ablakot kell megpróbálni. Bob Maker 5 azt állítja, hogy gyerekkorában elrabolták a szürke idegenek. Elmondása szerint, az állítása szerint kísérleteket végeztek rajta, és egy szondát hajtottak végre, amit később kitépett. Három szóval jellemezte őt. Holdkóros, bolond és veszélyes. Bob ezt a pszichiátriáról lopta. Bereskázta? Hát igen. A macskáját bereskázta amúgy hetekkel ezelőtt. Szóval valahogy föl kéne mennünk itt a tetőszre. Aha. Hello! Abba a pillanatba bejutottunk. Hello! Jó napot kívánok! Van otthon valaki? Bazd meg, ez valami földön kívüli buzi lehet. Így tuti meg fogja ezteni ez a rák. Hello! Ryan! I thought that was you on my roof. Is this Kitty? Igen, ez, gondoltam, hogy ez a macskád, mert szét van recskázva, bazd meg. Úristen, ő egyszerű. Oh, what does she have on her head? I don't know. It makes a strange noise. It sounds like electricity or something. Vagy ez a macskába jön, ez az izegés, ez zzzzzz. Egy strange encounter in my backyard. There was also some kind of weird electricity.
I'll tell you about it later. Let's look at the cat first. Table. I'll take a closer look. Tegyük az asztalra, megnézzük közelebbről a cicét. Oda néz, itt valami nagyon nagy bableves készül, ratyog, itt a egy cice, nem akarsz leves lenni? Itt vannak valami nagy izék, kazetták, subvétör. Melyik asztalra rakjam, fiam? Hol az asztal? Cice? Ideje? Várjál már, Bob. Ja, hogy oda. Aha. Úgy néz ki, mint egy implantátum, Ryan, szerintem elrabolták Kittit, és kísérleteket végeztek vele. Egyébként bedeszkáztad már a házadat? Grey Hillben veszélyes mostanában. No, not yet. Azonnal meg kell tennie, aufó és sapkát kell viselni a fiadnak, Harry. Na, adjál nekem ilyen sapkát, légy szíves a fejemre abban a pillanatban, ki ne szippancsál belőle a agylevet. Most abban a pillanatban adjál nekem ilyen sapkát. Soha nem mondj semmit a rendőrségnek. Ez mi ez? Konyhapulton van a alufólia. Konyhapult? Ez? Ryan, please check the monitors. Fast! What the hell is this? No. Something very bad is happening. Te mi a fasz történik, vole? Jönnek a UFO. Hűha! Azt a kurva faszát! Ott vannak, bazd meg! Oké. De muszáj kimennem. Van nálam baseball zütő. Jó, na, most indul be a buli, srácok. Eddig nem voltak itt a földön kívülek. Most megérkeztek a tehenyek közé. Most épp berakták izének, bocinak a nagy faszukat. És ezért főbőgtek most. Semmi baj, muszáj kimennem. Ott van a gyűrhajó, bazd meg. Jó, most szerintem ezek széjjel mentek most itt mindenhol, hogy kell. Bosszák a tehenet! Henry, can you hear me? Melyik az? Úristen, fáj! Jó, én megyek haza Harryhez, mert egyedül van otthon és elkapják a földön kívüliek, bazd meg. Jézusom, Szent Szűz Mária, mi történik itt? Jönnek hangok. Haa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 a
Nagyon nagy szellemek vannak erre! Aha. Mi a fasz? Oké, okay, nagyon jó. Szeretném úgy kivinni ezt a játékot, hogy nem találkozunk itt földön kívüli létesítménnyel most itten. Remélem itt most ezeket ki tudom kerülni, jó napot kívánok. Ez mi ez? Farmerek rajza. Joe Parson. Alien a kukoricamezőn. Ezt tegnap láttam. Ezt jelentenie kell Brandon Tomorrow-nak. Írt egy üzenetet magának, szerintem Alzheimer korban szenvedett. Így lesekedtek a kukoricamezőben a alienek? Hát ez nagyon... Ez nagyon jó lesz. Ez nagyon szeretni fogjuk ezt most. Ez nem én voltam.
Hello? Hogy kell ezen átmenni, bassz meg? Segítség! Pont a Halloween filmet néztem, és ugyanígy ilyen szalmagetik között basztak meg három fiatalt. Csak mondom. Jött izé, Michael Myers a konyakésivel, és mindenkit megszurkált a getibe. Hello, jó napot kívánok! Ezek olyan tütök, ez a baseball zütő. Szerelmes szívek, én most nem félek, nincs itt UFO, csak egy hadihajó. De mi baj? Csiripelő mad... Na nem! Na nem, bazd meg! Erről nem volt szó a szerződésembe. Be kell menni a kukoricafődekbe. Ez fájni fog a testemnek most. Én a mondó vagyok. Sziasztok, jó napot kívánok. Volt kerítés, igen? Can you hear me? Inkább ne. Hello? Persze sétálna a faszom a kukorica fődekbe. Inkább üdögélnék a izé. Pajtába. La 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 la. Nem tudok kimenni. Nem tudok kimenni, mert be van zárva. Hol a cica? Ott hagytuk Bobnál. Ott hagytuk Bobnál a cicát. Azt mondom, meg kell várjál. Keres egy biztonság utat. Azt mondom, meg kell kerülnem a kukorica silót, nem? Hú, már izzadok. Ú, bazd meg. A ventilátort magam felé kell irányítanom, mert már most le fogok izzani 8 kilót magamról. Biztos be akarok kimenni ebbe a házba? Ma otthon vagyok. Harry, otthon vagy? Nézed a tévét? RTL klubot? Híreket nézed? Minden rendben van? Szia! Segítség! Külön valaki ízét ilyen szürke invadereket játszott? Game of the... Game of the Year 1992, bazd meg, beszarsz. Nagyon jó? Jó van akkor. Halló? Harry? Hol vagy?
Itt a police. Segítség! Segítség, álljatok meg egy... Pazán nem így akartam, hogy megálljanak. Jó, itt van a nagy gépjármű, oda nézzetek. A négyes indexet nem rakta ki ez a vaddisznó. Érted? Leszállt itt a mező közepére, négyes index meg sehol. És ugye most véletlenül belé megyek nagy sötétségekbe. Hello. És ez nem az a traktor. De izzadok, izzadok úgy, hogy lehet, hogy a ventilátor így magam felé kell, az meg csurogolódom a víz, normális vagy? Hát ezt nem lehet épésszel kibírni, ezt a Grey Hill-t. Jó, megnézzük a rendőrbácsit, ha véletlenül... Hűha! Itten csoport... Bazzik, nem tudtam volna itt eljönni, Dick. Megkerültem a hülye egész izé kukoricaföldeket, amikor átjöttem volna úton. Hát ez milyen szar. Semmi baj. Halló, rendőrbácsi, minden rendben van? Mi történt veled? Kiszippantottak autóból, vagy mi van? Halló? Topszik, úristen, egy top secret van az autóba. Ó, fegyver! Várható egy idegen invázió Grey Hillben 92. május 11. Mi az, hogy várható? Figyelj, akire, hogyha el lesz a halálom, hogy itt fogok meghalni a gép előtt egyszer. Ám legyen. Az a legjobb. De mi az, hogy várható? Meg volt beszélve valami közös találkozó, bazd meg. Jó, ezt a fegyvert. Vedd el, légy szíves. Nagyon szép, van fegyverem. Van fegyverem. Van fegyverem? Miért van fegyverem nekem? Miért kell nekem fegyver? Nem kell nekem fegyver? Hogy kell kiszállni ebből szarbu? Úristen, van fegyverem. Úristen, három golyón van. Jó, ez három földön kívüli headshot. Abba a pillanatban. Hello, szia! Én vagyok John Wick. Hello! Figyelj le, kis buzifasz. Ide jöttél a földünkre. Na mi van? He? Na most? Most szórakozz el velem? Bacd meg. He? Na mi? Szíjjel lesz baszva feje. Abba a pillanatban. Halló, Bob, itthon vagy? Bobby? Bobby Ewing, minden rendben van? Fővideóztál ezeket a buzivizeket? Három golyó picit abnormális, ahogy vesszük. A Subvéter. Cameron Diaz a főszereplő, vagyis ő rendezte. Cameron Diaz az jó dög volt régen. Főleg a maszkba. Azért minden férfi oda tette volna neki. Úristen, ne büde bűgéver, megyek már. Jó, mi a feladat most? Azt mondja, menj vissza a házadba, ma megint a kurva élet faszál. Jó, visszamegyünk a házunkba, pedig itt kint totál jól érzem magam. Azt kell, hogy mondjam, hogy itt kint elég jól érzem magam. Nem tudom, hogy a házban annyira jól lefogom. Azt mi az a villogó? Halló, halló, te ki vagy? Jó napot kívánok! Ez Bobby. Ez Bobby, semmi baj. Ja, az a cice világított. Thank God, Henry. They abducted him using some sort of ray or beam. Right through the roof. And a squad car crashed back there. I think Amy called him. But the car's empty and the officer's gone. Ryan, this is an absolute invasion. Do you know what that means? They'll abduct everyone in the village. Humans, animals, and every little insect. They'll take samples of everything, making experiments of everyone. Mi lesz ez Noé bárkája? Ne basszál föl! Ez egy extra földön kívüli vizsgálat. This can't be our end. I don't want to end up as an alien experiment victim. Úgy, ha mindenkiből elvisznek valakba, és mondom, ez ezért csinálnak. Noé bárkáját csinálnak, érted? Elpusztítsák a földet! This will save us tonight. But Ryan, we have a little problem. I used up all the nails. This morning I brought all my nails to the Creek family. Most komolyan, de most ne basszatok föl, bazd meg. Most komolyan be kell deszkáznom a hülye ablakokat, amikor földön kívüli invázió van. Keres utat a patak házába, és szerezd meg a szögeket.
Mi az a patak házába? Mi az a patak háza, Bobby? Hallod, cicet, elmjössz velem? Bazd meg. Jöhetné amúgy. Jó, ez be van zárva. Mi az, hogy patakház? És ott is villog valami le. Oh, az mi a fasz ott fönt? Az mi a fasz ott fönt? Az egy földön kívül is. Te itt van előttünk egy nagyon nagy. Úristen, láttatok már egy űrhajót? Itt van előttünk. Itt van előttünk, more. Megbaszták összes te, amely nem. Még bocél. Mióta van pisztolyom? Amióta találtam. Ja, bazd meg, azt hittem erre, hogy földön kívüli, de ez csak egy lámpa. Semmi baj, de az ott biztos földön kívüli, bazd meg. Test. Can you hear me? Igen, ha can you hear me? Yes, hallak. Szavaszkor, speaker. Yeah, I can hear you. By the way, I found a gun in that crashed squad car back there. Great. Let's hope I don't be have to use it. Be quiet and sneak around. It's dangerous if they hear the shots and see you. Also, avoid micsoda spam-e, amikor egy alien elkapott? And take note. It's important that they don't follow you into a house. If they do, we're screwed. If it becomes dangerous, hide in a car, a trash can, or something else. Yeah, great. Ha veszélyesé válik a helyzet, akkor bújjak el valamiben, nagyon jó. És hogyha elkap egy alien, akkor nyomkáljam el betűnni a szar. Jó, de miért én jövök kibaszott szögekért, bazd meg? Bobby is eljöhetett volna. Ide kell bejönnöm biztos ebbe a házba, more. Semmi baj, egyáltalán nem szarok, semmi baj. Tényleg, az égvilágon nincsen probléma. Semmi szarás, a bal heré még nem zsugorodott össze minimálisra. Most bejövünk ide. Egyáltalán nincsenek itt földön kívülek. Á, de hogy. De van nálam pisztoly. Ez az. Három töltényje. De el lehet bújni? Az mi az ott? Az MS Soti. Milyen dölöngél imitálja izét, a mozgás mané. Jó. Ez a dinamós lámpa, ezt tudjátok mennyit ér? Lófaszt se. De azért klímaberendezések vannak itt, érted? 92-ben van meg. Azért jó, jól megy. Halló? Bár lehet nem kéne, hogy válaszuljál. Jó, és hogyan tudok bejutni a házba, szia? It's me you're looking for. Na 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 na. Azt mondja, bújj el egy szemetesbe, el lehet... És el lehet bújni egy szemetesbe, bazd meg, beszállod meg úgy az ó. Dominik, nagyon szépen köszi a követést, köszi. Na vártok, mert most már eltévedtem, bazd meg. Eltévedtem teljes mértébe, hol voltam, merre jutottam? A villogó lámpák felé kéne menni szerintem, nem? Igen. Jó, nem erre kell menni, semmi baj. Itt betérünk, itt veszünk egy balkanyart és elmünk a következő házba. Egyáltalán nem félünk, srácok. Semmi félelem nincs bennem most. Ne vicceljetek. Az a vicces, hogy be lehet bújni egy szemetes kukába is. Mondjuk az lehet nem lesz akkor vicces majd, hogyha odáig jut a helyzet, hogy bele kell bújni. Damn it. Mi a méteres rákos fasz volt ez? Semmi baj, csak kipattant egy fa. Ez mindennapos történet itt. Grey Hillba amúgy. Kipattanik egy fa. Egyáltalán nem szartunk be. Jó napot kívánok, van otthon valaki? Itt is minden van deszkázva, bazd meg. Jó, ott van még egy ház. Jó, akkor... De hogyan kell... Bazd meg.
Van egy rossz érzésem. Van egy rossz érzésem, hogy a kukoricafődeken keresztül fog kelleni mennünk most. Fogadunk? Vagy fogadunk? Húha! Azt mondom, Úristen! Jó napot kívánok! Földön kívüli barátaim, én békével jöttem. Békével jöttem. Nem tudok itt átmenni már megint. Jó, én leszapom magam ám. Na, most gondolkozni kell, hogy hogyan tovább. Hogyan tovább, smerre jó napot? Őt elmünk egy kört, megnézzük, hogy vasziszere van. Aha, meg vagyunk. Itt villog ez a szar, mutatván a utat, hogy erre kéne jönni, bazd meg. Vagy nem? Jó, szerintetek ezt a szart ki lehet innen lőni? Nem merem. Nem merem, bazd meg. Ezt a történt én a földön kívüliekre akarom elpatarulni. Miért villogna ez a szar, hogyha nem erre kéne jönni? Biztos, hogy erre kell jönni, bazd meg. Biztos, hogy erre kell jönni, csak... Nem tudom, hogy ott valóban... Ki kell törd... izéni ezt a cuccot. Haha! Próbáljuk meg. De most milyen hülyeség lenne, hogy lőni kell, nem? De ezt meghallja mindenki! Azaz, menjenek haza ezek a buzivizek. Hitelek. Milyen hitel, bazd meg? Menjen haza összes buzivíz innen. Jó, ezt most muszáj lesz kipróbálni, ezt a töltényt. Nem merek lőni, more! Nem merek lőni, mert itt tudja, hogy meg fogunk baszódni. Egy mínusz! Már csak kettő földön kívül tudok fejbe küldeni, semmi baj. Nem hallotta senki ám ezt az ostorcsopást, á, dehogy. Ha sorba állnak, többet is látodok? Bárcsak úgy lenne. Bárcsak ne úgy lenne, ne álljanak sehol, nem akarok velük találkozni, baszki. Egyel sem akarok találkozni. Jó, valahogy itt nagyon át kéne nekünk jutnunk itt a másik felére, nem tudom, hogy. Van valami ötlet? Szia, jó napot kívánok. Hozzon valaki egy favágót, vagy valamit itt elkett. De miért nem tudom átugrani ezt a fát? Miért tudom átugrani? Egy kurva kerítésre tudok átugrani, bazd meg. Jó, akkor menjünk be persze a pusztító kukoricafődekre, valahol leszálltak a földön kívüliek. Hát persze, hogy miért nem mennénk be? Hát itt se tudok, bazd, nem tudok sem erre menni. Megakaszt a játék, érted? Meg vagyok akasztva. És ez basz fel a legjobb, hogy nem tudok folyamatosan futni, hanem megáll a karakter. Van-e valami ötlet, szia? Lehet, hogy kéne találnom megint valami feszítővasat? Hogy azokat a deszkákat leszedjem. Az amúgy lehet nem hülyeség. Mit ír ez a pusztulat? Keres utat a patak házába, és szerez meg a szögeket. Nagyon szép feladat ez. Azt mondom, ulala. Te tennéd a legjobban.
Dominik Amondó vagyok, hogy te tennéd a legjobban, testvérszem. Csak az a baj, hogy én ezt most nem tehetem meg, hogy Mónika Show-t nézek. Nekem itt most feladatom van. Feladatom van, szögeket kell találnom és el kell jutnom egy házba, de nem tudom hogyan. De nem megy a Mónika Show se, baszki, mert leállították a adást ezek a... Ha Mónikát is elvitték a földön kívüliek. Ha mindenkit elvittek. Még a fiamat is. Engem meg itt hagytak ezzel a hülye dinamós izével, zseblámpával. Jó, honnan az anyám pékfaszából szereznek egy hülye vascsövet, mare? Bár az sem biztos, hogy az kell. Na jó, megakadtunk. Százszázalékosan mondom, hogy most elakadtunk a játékmenetbe. És nem tudom, hogy merre hány métersz. Ugye itt dőlt ki a fa. Előbb is olyan szinten nem vettem észre egy izét, feszítővasat, hogy most is simán el tudok menni mellette, csak mondom. Mindent átkukizunk. Esetleg... Nagyon furán néznek ki, ez lássátok, ez tiszta más az egész, ez mint hogy ki kéne feszíteni. Lehet, hogy nem is erről a felirő kéne, hanem a másik felirő. De hogy jutok át? Faszé villogsz, te is! Jó, most nem tudom mi van. Valakinek van valami ötlet? Ötlet. Most lehet anyós ülésezni, srácok. Egy kis spoiler jöhet nekem, hogy most merre induljak. Ha valaki tudja. Vagy ha mit nem néztem meg, vagy tudja faszom. Mi nem lehet beülni ebbe az autóba és elhajtani a gecbe? Köszönjük szépen, Ferike, ezt a gyönyörű információ halmat, amit most itt rám nyomtál, testvérszem. Megfogadom, megfogadom. De te is fogad meg, hogy egy 3 percre dugd a fejed a fődbe és nyugodj el a picsába, légy szíves. Köszönöm. Azt mondja, hogy nem tudom, lehet bemegyünk ebbe a házba és itt körülnézünk, mert itt vannak valami nagyon szexuális szerszámok szerintem. Hát de kikészülök, hogy mindenbe beleakadok? Üssz szét a béz... Baszki! Csók! Hát 8-szor megfeledkeztem arról, hogy van nálam bézbózítő. Úristen! Tényleg. Geci. Köszi! 8-szor megfeledkeztem róla, hogy van nálam bézbozítő. Hát már elfejtettem 100-szor, baszki. Amióta megkaptam a fegyvert, azóta csak arra tudok gondolni, vaznak. Bám! Úristen, Zoli, de hülye vagy! Nagyon szépen köszi. Dur, most minden szét fog bézbozítőzni, amúgy csak mondom. A legnagyobb információt kaptam meg máma szerintem. Semmi baj. Igen, most itt nagyon körbenézünk, hogy Vassi Szeregombóc csak is bukta van itt már errefelé. Azt mondja, van itt egy szemetes, abban majd el tudunk bukni, hogyha úgy van. Aha, ez mi ez, Muti? Ja, hogy itt van erre egy utacska. Hová fut a nyulacs? Micsoda? Nagyon szép. Americano? Pap, americano.
Persze egyáltalán nem klisés, hogy egy horror játékba mozognia kell ennek a kurva hintának, bazd meg. Áll, de hogy... Úristen, nyitva van az ajtó. Nyitva van az ajtó. Halló? Fegyver is van nálam és bézbozütő is, nem félek használni, buzik. Hello, jó napot kívánok! Azt hiszik, hogy Star Wars-ban vannak itten. Ah, kurva faszát, ne beszartam a kurva anyát, te hülye geci! Mi a fasz? Takarodj! Azt a kurva földön kívüli van itt! Azt a kurva! Menekülj! Úristen! Fasz meg az anyád! Hülye geci fasz! Seincség! Hú, de beszartam! Ez nem jó! Hú, de beszartam, te hülye! Kurva anya! De ne, ne szopjál! Kiszíta belőlem a gecit! Hát ez hülye! Kurva szád! Buzi! Jaj, feláll! Bazd meg! Jó, ez nagyon nagy probléma. De hol bújjak el, bazd, nincs egy hülye szemetes most! De szopkod ki a lelkemet, te dementor geci! Hát ezt nem hiszem elbazd meg. Meghalok. Olyan szinten összeszartam, húgyoztam magam, hogy ilyen nincs. Hallottam a nagy hangot, érted, hogy valaki kijött a szobából. Ha mondom, ez biztos a szokásos horror játék, hogy most kinyit egy ajtó, mennyi oda nézzé be. Geci meg kisétált ott, mint valami íze, érted? Uri ember. Szia, hello, itt vagyok. Hú, a testem lelkem meghalt most. Hú, bazd meg. Innen kell menni! Ez most komoly! Ne basszál fő, Bobtó! Jó, hát mondjuk sokat nem haladtunk azóta. Amióta anyád pilóta volt. Jó, akkor nem lehet megdögleni. Az nagyon szép. Quick test, test, test. Can you hear me? Hello? Over. Yeah, I can hear. Így van. Bár nem tudom, hogy ezt a... Nem tudom, hogy a földön kívüleket meg lehet ölni, mert beleeresztettem kettő golyót és elhajult, mint izé, ne jó, érted? Húha! Bemelegedett a helyzet. Na jó, találkoztunk földön kívülivel most. Official, érted? Földön kívüli oficiál. Nekem kéne leszopkodni mind a mentornak? Az nem jó. De nem erre kellett mennem? Szia! Mi az, hogy rossz irányba, meg ha előbb erre indultam eddig, nem? Hogyan lett itt egy út? Amúgy. Jó, csak ennyit jöttem. Itt van Bob. Szevasz, nyitmak, hello! Az chill, na most találkoztam a földön kívülre és kiszippantotta belőlem összes gecit. Érted? Nézd meg már. Bannolt ki a faszomba. Bannolt ki a faszomba ezt a izét, ezt a geci szippantót. Bazd meg. Én nem engedtem ennek, hogy itt szippantson ki engem itt izé üresre, érted? Hát a alient,
Alien, bazd meg. Azt kell kipantani. Jó, ezt ma láttuk. Damn it. Nem volt jó, nem volt jó, nem élveztem. Na. Cooldown jó van a baseball az ütésnek, érted? Cooldown jó. Jó, várj, hol kell tovább menni itt? Jó, de mi nem lehet elmenteni ezt a szart? Mi nem lehet elmenteni? Mi az, hogy hitel? Aha. Jó. Az nagyon jó, és örökké fog szippantani engem ez a izé. Ez a dementor, érted? Te mi? Kurva, de ne szippantsá! A kurva szád, bazd meg! Pusztuljál meg örökre! Meghalt! Ott a feje, bazd meg! Ott van ez a buzigeti! Milyen gülszömei vannak, bazd meg! Azt a kurva életbe! Nagyon durván néz ki. Hány ujja van? Nézzük meg, hány ujja van ennek a dementornak! A kis földön agyon taposlakta mocskos geci. Megtíbegellek, ott van a... Rájulok a fejedre, te szemét disznó. Az igen. Két napja nem mostam segget. Érzed a segszagomat, te vaddisznó? Szippancsá, szippancsá, szippancsá! Szavasztanisz, hello, szia! Hello. Kettő golyótól meghalt ez a vaddisznó? Azt mondjátok? Jó, maradt egy. És itt volt a kuka, amiben elbújhattam volna, érted? A nagy erekcióban nem vettem észre, hogy itt ilyen dolgok történnek itt most. Ez egy nagyon nyomíti. Jó, akkor most már nem lesz itt ez a vaddisznó bent? Ez nem a haverja volt neki? Gondolom, hogyha most... bassz meg, de félek most. Vagy most itt lesz bent ez a buzigeci amúgy. Jó napot kívánok! Szippantó Fred. Szippantó Fred előbb innen jött ki, amikor megnéztük ezt a csodálatos fotográfiát. Akkor valószínűleg megöltük ezt a vaddisznót, nem? Hű, bazd meg, de be vagyok fosva. Jó, ezt most már nem élvezem ezt a játékot, azt kell, hogy mondjam, eddig jó volt. És nagy földön kívüli támadásokat hajtanak végre rajtam. Jó napot kívánok! Jöttem körbenézni itt, szögekért gyűjtem. És abban a házban vagyok már? Vagy mi nem? Azok olyan nyugodtan kisétált a földön kívüli, bazd meg, azt hittem infarktus kapok. Érted? Nagyban nyugodtan körülnézünk, jövünk be a házba, érted? Minden helyzet, minden jó, minden rendben van. Érted? Jöttünk ilyen családi látogatásra. Kinyitódik a ajtó és kijön belőle a güli szemű. Ha normális. Halló? Itt is a 4-es csatorna megy és a... Micsoda? Na. Miért csak egy töltényem van? Akarok még! Akarok még töltényt! Kettővel lehet csak kinyírni ezt a izét. Ezeket a gülüszemű buzikat, bazd meg. Ez a Dűne harmadik része. Ez a Dűne harmadik része forgatásról készült izé. Fotográfiája, srácok, itt lehet látni mindent. Majd 2082-ben lesz a mozikba. 8D-be. Jó, és most mi a fasz kell csinálnom? Szia! Jó, nem engedjük le a fegyvert, mert ez a biztonság. És a baseballzítő. Hűtőben van valami? Egy sört azért bebasznék most, jó napot kívánok, hogy egy viszki is jöhette. Idegeim picit kivannak. Idegeim picit kivannak, készülve, de semmi baj! Jó, de mi a fasznak kellett bejönni ebbe a házba amúgy, vagy nem kellett bejönni ebbe a házba? Ne basszatok ki velem.
Itt nagyon hideg a tévé. Nem találtunk fasz, csak egy földön kívülit. Érted? Próbált volna poreszt nézni, csak én megzavartam. Érted? Keskepornót kapcsolta, nem is a tehénpornót. Tehénpornót próbáltam volna bekapcsolgatni, csak én bejöttem a házba és megzavartam őt. Ez a én hibám most. Worm in the brain, nagyon szépen köszi a követést! Itt van ez a fasztarisztja. Kipukkadt. Kipukkadt! Ez a vaddisznyó. Ott van ez a mocskos. Szemétláda. Gyilkosságokat végrehajtottunk. Hívjátok NCIS-t. Na jó, mi a feladat? Keres utat a patak házába és szerezd meg a szögeket. Hát hogy a faszomba menjek, addig már földön kívül töltem. Lehet én vagyok az első ember a bolygón, aki földön kívüleket ölt. Szevasz, Brain, és nagyon szépen kezdve követés, csecse. Micsoda? Mi az, hogy fel fog kelni, de hogy fog kelni? Normális vagy akár? Ilyeneket te nekem ne mondjál. Hol van? Ugye ide, fiam? Most el kell mondani neked valamit. Te most itt maradt, oké? Okay? Itt maradt. Itt maradt, itt elpihengetsz magadnak. Szólok a haverjainak, hogy veled minden rendben. Nem történt veled semmi. Egyáltalán nem vagy halott, meg ilyenek. Úgyhogy nyugodjál meg, fiam, itten. És majd szólok a társaidnak, hogy minden rendben veled. Úgyhogy nehogy főkeljél nekem, jó? Csak egy történjem van. Hát fosok, persze, hogy fosok, bazd meg. Hülye GPS-em sincs, hogy merre menjek. És itt véletlenül a házokban rátalálok egy izére. Földön kívülre, érted? A földön kívüli lényre. Olyan gyors voltam, hogy pont most, amúgy lehet, hogy a besét. De basszatok fel, hogy nem a házba kell, biztos valamit a házba kell csinálni, bassz meg. Lehet valamit, tuti valamit szét kell basznom baseballzítővel megint. Idegen szkívüli, azaz. Hát most képzeld el, tuti ezt kell szétbaszni időbe. Jó, nem. És jó, ott oda bassz neki, mint hogyha a fasz csattanna, érted, jó erősen. Hát most képzeld el, hogyha úgy játszanék horrorjátékot, hogy nem játszok a horrorjátékok. Vagyis, de hogyha nem félek a horrorjátékoktól, és úgy játszanék horrorjátékok, hogy érted ezt a nagy filozófiámat, akkor milyen lenne a egész gameplay? Kuka, szar, mert így ülnék, hogy hát igen, most itt van egy földön kívüli, ezt most szétlőjük. Érted? Azért az lapos lenne. Ammó! Papinak ad ide ammót, bazd meg! Földön kívülieket... Földön kívülieket széjjel fogom durrantani, bazd meg, itt volt a nagy ammó, úristen, a konyha asztalon. Már van megint három. Nagyon szép. Most már egy földön kívülit megint meg tudunk baszni. Jó, valahol szerintem széjjel kell kúrni valamit, hogy nagyon jó legyen ez nekünk, hogy tovább tudjunk haladni, vagy? Dur. Szerelmes szívek. A szádba élek. Örökös álmok. Mindjárt rád hányok. Na de Magi, merre kell menni? De nem baj, legalább megértem, mert volt itt kettő töltész. Kettő töltész. Mit kell lehet itt kibaszni? Semmit, basz meg. Ezt kéne, ha kinyitunk ezt a ajtót. De nem engedi. Dírdúr. Dírdúr! Jó, bezzeg, amikor keresem a elbújható rejtek helyeket, addig akkor nem találok egyet se. Érted? Na, hölgyeim és uhaim! Ha itt van velünk Leila hercegnő még, akkor szeretném tőle megkérdezni, hogy mi a helyzet. Az az ajtó be van, de ez, igen, be van. Melyik? Amelyik... ez? Vagy hol volt? Igen, ez be volt deszkázva az ajtó, csak nem tudom kinyitni se.
erre gondolsz, nem?